nem becsapódott, nem tudott kihúzni. A 6. századi germán fegyverzettel és harcászati stílussal ismerkednek a fiatalok az egyik katonai tábornál. A római kori birodalom katonáit hagyományőrzők tucatjai keltették életre az elmúlt hétvégén. Ez nem egy klasszikus katforma, hanem tényleg egy kés. Ez egy egyszerűbb fegyver, ugyanúgy lehet vele szúrni és vágni, de nem az a klasszikus vívó fegyver, mint egy kand. A fegyverzetet nem csak megnézni lehetett, a vállalkozó kedvűek akár ki is próbálhatták azokat. A leendő újoncok a kiképzésen is részt vehettek. A bemutatott tógában 5 méter hosszú anyag van. A rómaiaktól nem állt messze a divatvilága sem. Színes tunikákba, tógákba és sarukba bújtak már az ókorban is. Ruháikat például sáfránnyal és bíbortetűvel festették, derült ki azon a divatbemutatón, amelyet a székesfehérvári Szabad Színház tagjainak köszönhet a közönség. Itt most hosszú tunikákat látunk. Az egyszínű viseletek mellett néhány mintás darabot is hordhattak egy-egy tartományban. A Szabad Színház idén jubilált a Florálián, a közösség 30 éve segíti a programok megvalósulását. Idén a divat bemutató mellett Plautus a 72 katona című komédiáját is színpadra állították. Könnyes szemmel lehet ezekre az időkre visszagondolni, és nagy elődök voltak előttünk, akiktől mi ezt tanulhattuk. Fritz Jenő professzor, Petres Éva az ő felesége, és ne felejtsük el Árkiné Gombás Editet, aki akkor a Turinformnak volt a vezetője, és ők jártak Carnuntumban, világlátott emberek voltak, látták, hogy máshol ezeket az interpretációs játékokat hogy csinálják, és hát az elbeszéléseik alapján tulajdonképpen mi rekonstruáltuk meg a régészeti leírások alapján, hogy is nézhetett ki egy császárlátogatás, egy hadvezéri látogatás, egy szertartásjáték. A tavasz ünnepen gladiátorjátékot is láthatott a közönség, és az is kiderült, hogy Hadrianus helytartó befolyásolható volt az elmúlt hétvégén. A küzdelmek során ugyanis hallgatott a közönségre, és kegyelmet gyakorolt az elbukott harcosoknak.